Bonyhád mindig is büszke volt népcsoportjaira. A felvidékiek, székelyek, cigányok és németek alkotta sokszínű közösségére. Olvasható a Művelődési Ház által április 20-án kitett felhívásban. Lukács József, az intézmény igazgató helyettese szerint az itt élő népcsoportok kulturális öröksége olyan kiapadhatatlan tárház, amelyet időről időre fel kell eleveníteni, meg kell mutatni. Ezért jött az ötlet, hogy ugyancsak az online térben, de megmutatják, milyen sokszínű is ez a térség. A Művelődési Központ igyekszik jó és szoros kapcsolatot ápolni a városban, illetve a térségben működő különböző civil közösségekkel, egyesületekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal. Ez azt jelenti, hogyha minket megkeresnek különböző ötletekkel, javaslatokkal, akkor mi a lehetőségeinkhez mérten ezeket igyekszünk felkarolni és támogatni. Tulajdonképpen ezzel is bővítve a város és a Művelődési Központnak a program kínálatát. Nem volt ez másként most sem, amikor Köllerné Koch Ilona, a német önkormányzat elnöke megkeresett azzal az ötlettel, hogy a Trachttag, azaz a német népviselet napját próbáljuk meg Bonyhádon is valamilyen formában a köztudatba hozni, a vírushelyzetre való tekintettel, hogy ez az online térben valósult meg ezúttal. Valóban sokszínű a tevékenységük és a kulturális örökségük, ezért a különböző rendezvények kapcsán tényleg szoros az együttműködés, elég csak itt a nagyobb szabású rendezvényekre, például a Zomerfestre vagy a Bukoni-Vinai találkozásokra gondolni. Tehát folyamatos az együttműködés, és ez gyakorlatilag egy kiapadhatatlan tárháza tényleg az értékeknek, amik a népcsoportok adnak Bonyhádnak. És közel 100 kép már érkezett, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ránézni a Facebook oldalunkra, mert tényleg a sokszínű völgység az meg fog mutatkozni, és az értékeinket úgy látszik, hogy ilyen formában is érdeklődés övezi. Az ötletgazda Köllerné Koch Ilona volt, aki úgy nyilatkozott, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a régi viseletet, ezáltal elődeik múltját. Szeretnék, ha minél többen látnák, hogy a múlt darabjai még most is milyen értékes részei a jelennek. Talán csak a színpadon látunk már eredeti viseletet. A hétköznapokban az idősek se nagyon húznak már ilyen darabokat, nálunk már nem, de vannak még olyan települések, ahol esetleg ezzel még találkozhatunk, de nálunk sajnos már nem, csak a színpadon. Megkértem a gyerekeket, hogy a zárt csoportba is küldjék be a fotókat, valamint a Művelődési Háznak az e-mail címére, és látom, hogy mellé írják, hogy már előszedték a dédinek az ingét, a másik a nagymamának a kendőjét, vagy a szomszédból kértek, és én úgy gondolom, hogy így is a gyerekeket jobban, gyerekekkel megismertetjük a viseleteket, és egy élő kapcsolat alakul ki. És tényleg jó lenne, hogyha ez még szélesebb körben elterjedne, és ezáltal is egyre inkább meg tudnánk ismertetni a gyerekekkel a régi ruhadarabokat. A résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki. Én úgy gondolom, hogy nem lehet elbírálni azt, hogy melyik a legszebb. Arra gondoltunk, hogy a beküldöttek közül sorsolunk. És az akkor nem tudom, hogy kire fog esni, de aki ezen részt vesz, az egyébként is már tett valamit. És úgy gondolom, hogy ezt jó lenne jutalmazni. Mi mindenféleképpen pacskert is fogunk jutalomkért adni, mivel itt Bonyhádon működik egy pacskerkör, és nagyon sok lelkes tagunk van, és az ő felajánlások alapján mindenféleképpen pacskert is fogunk kisorsolni, ezen kívül még könyvet és édességet. Ezen kívül a Német Nemzetiségi Egyesület egyik tagja kozmetikai csomagokat és vásárlási utalványokat ajánlott fel. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015 óta minden évben csatlakozott az április utolsó péntekén megtartott Trachtákhoz. Szerettünk volna ebben az évben ide a hivatal elé, jó lett volna az egész városból a nemzetiségek vagy a népviseletbe öltözöttek ide jönnek, és lett volna egy kis köszöntő. Ebben az évben már így terveztük, de ez ugye elmarad, és talán következő évben már meg lehet oldani, de jó lenne esetleg minden évben kicsit mást. Tehát annyira színes a viseletünk, a kultúránk, a hagyományaink, és jó lenne, hogyha ezt minél többen megismernék.